Nemrégiben tartotta meg éves első közgyűlését a Nyugdíjasok Klubjainak Megyei Jogú Városi Szövetsége. Az ülés idén nem csak az új tervekről, hanem a tisztújításról is szólt a szervezet élén. Mai vendégünk Kormányosné Makai Eszter elnök, aki Szalókiné dr. Kis Katalin immáron tiszteletbeli elnököt váltotta tisztségében. Köszöntöm a stúdiónkban elnökasszonyt, akit szegezni fogok, mert régi kolléganők is vagyunk már, és szívből gratulálunk a kitüntetéshez. Nagyon szépen köszönöm, és én is jó estét kívánok mindenkinek. Hogyan zajlott ez az elnökválasztás, ez a tiszt megújítás? Ez egy nagyon nagy megtiszteltetés volt számomra. 4 éve kerültem be az elnökségbe, a kulturális programokkal foglalkoztam itt a 4 év alatt, és amikor eljött az ideje ennek a múlt év őszén, hogy sor került a jelölőbizottság megválasztására, mert hogy tisztújítás előtt áll a szervezet, akkor a klubok részéről kaptam a jelölést, rendkívül megtisztelő ilyen nagy utódok után ebbe a pozícióba lépni. Gódor József, dr. Tiba István, Szalókiné, dr. Kis Katalin nyomába lépni. Nagyon megtiszteltető, és nagyon örültem neki, és ugyanakkor nagy kihívás is. Milyen tervekkel vágtok neki ennek az új 4 évnek? Egyáltalán egy elnök asszonynak ilyenkor mi fordul meg a fejében? Hát sok minden megfordul az elnök asszony fejében. Többek között, hogy elég bátor volt ahhoz, hogy elvállalja ezt a pozíciót. Én abban reménykedem, hogy ennek a majdnem 30 éves szervezetnek már van egy olyan kialakult hagyományrendszere, amire bátran tudunk építeni, és a felálló új elnökségben is vannak olyan elnökségi tagok, akik az előző ciklusban, sőt ciklusokban is ott voltak, tehát ezt a folytonosságot képviselik. Ugyanakkor nagyon örülök annak, hogy újak is bekerültek, tehát friss erővel, friss gondolatokkal jöttek a szervezetbe. Tehát én bizakodva nézek a jövő elé. Azt remélem, hogy ez a megtartva megújulás, ez érvényesülni fog itt a tervek megvalósításában, hogyha esetleg erről szólhatok néhány dolgot, hogy milyen hagyományai vannak a szövetségünknek, amit viszünk tovább. Ezek a 30 év alatt alakultak ki, tehát nagyon népszerűek a sportrendezvényeink, a mozdulyrendezvény, séta az egészségért. Aztán nagyon népszerűek a kulturális rendezvényeink, ilyen volt, vagy ilyenek az aranyfült népdaléneklési találkozó, vagy a költészetnapi versmondó találkozó, vagy a bibliaismereti vetélkedő. Mindegyik rendezvénnyel kapcsolatban azt szeretném még hozzátenni, hogy ezek úgy épülnek föl, hogy szeretnénk, meg eddig is így csináltuk, a generációkat összekötni. Tehát mindegyik rendezvényünkben ott vannak a fiatalok, jó kapcsolatot sikerült az elmúlt évek alatt kialakítani nevelési oktatási intézményekkel. Tehát erre a hagyományra azt gondolom bátran építhetünk, ezt az idei évre is tervezzük, vagy ezeket a programokat, de mint mondtam, hogy megújítani is szeretnénk ezeket. Erre most ez az elmúlt pandémiás vagy 2 éves időszak mutatott irány. Tehát megmutatta azt, hogy bátran támaszkodhatunk arra a tudásra, amivel ez a korosztály is rendelkezik a modern infokommunikációs eszközök használatával kapcsolatban, mert 2 éven keresztül a versmondó találkozót nem tudtuk megrendezni, de csináltunk egy versvarázs elnevezésű online vetélkedőt, ami nagyon népszerű volt, és megnövelte azoknak a számát, akik bekapcsolódtak ebbe a kulturális rendezvénybe. Ugyanez igaz a bibliaismereti vetélkedőnkre, hogy azt is az elmúlt 2 évben így csináltuk meg. Nem akarunk lemondani a jelenlétiről, de ez az igény megfogalmazódott a klubok részéről, hogy mellette
ezekkel párhuzamosan legyen egy ilyen lehetőség is. És nagyon jól kiaknázzátok az idősek és a fiatalok kapcsolatát, hiszen a fiatalok az idősek tapasztalatára tudnak támaszkodni, az idősek pedig a fiataloknak ezt a infokommunikáció szupertudását fel tudják használni segítségként, és jó példa volt erre, azt hiszem, amikor ilyen nagymamák, unokák vagy családtagok, volt egy ilyen kis versenyetek is, ami tulajdonképpen a generációkat hozta. Így van. Ez újdonság volt, ezt az elmúlt évben valósítottuk meg. Az volt az elnevezés ennek a játéknak, de ez elég sokszor elhangzott már, hogy generációk a családban, gyermekkorunk puzzle darabjai. És az 50-es évektől a 90-es évekig térképezt, vagy szerettük volna föltérképezteni, hogy milyen volt az egyes évtizedekben gyereknek lenni. És ez ugye kiterjedt a kutatásunk, vagy a kérdezéseink kiterjedtek arra, hogy hogyan játszottak, mivel játszottak, milyen volt iskolásnak lenni, milyen iskolai eszközöket használtak, a mozgalmi élet, a munka, és nagyon értékes anyagok jöttek be. Ez egy háromfordulós, nagy-nagy vetélkedő és volt. És akkor ennek várhatjuk a folytatását is. Ennek folytatása is van olyan szempontból, hogy, és ez is már ennek az évnek a programja, hogy ehhez a három fordulóhoz, ezekhez a témákhoz írásbeli anyagot is küldtek a versenyzők, és ahogy telt az idő, egyre jobb minőségű írásos anyagok jöttek, egyre élvezetesebb írások, és mi most egy kiadványt szerkeztünk ebből, ugyanez lesz a címe, Gyermekkorunk puzzle darabjai, és egy 160 oldalas kiadványban ezek az írások fotókkal illusztrálva, így van, és ez már nyomdai előkészítés alatt van, úgyhogy áprilisra tervezzük, hogy ez meg lesz. Akkor nagy izgalommal várjuk meg ezt is. Pár gondolatot beszéljük már a nyugdíjasok helyzetéről itt a Kecskeméten, itt a régiónkban. Hogy látod a nyugdíjasok helyzetét? Egyáltalán a pandémia hogyan szólt bele a nyugdíjas klubok életében, és ti a nyugdíjas tehát a nyugdíjas klubot hogy tudják megtalálni a mai nyugdíjasok? Igen. Azt szeretném elmondani, hogy az, hogy a szövetség működik, az elsősorban a kluboknak köszönhető. Tehát mi egy ernyőszervezet vagyunk, a város 37 nyugdíjas klubja fölött, őket próbáljuk összetartani, például ezekkel a közös programokkal, de mindegyik klub éri a maga életét. Nagyon-nagyon nagy hálával és tisztelettel gondolok a klubvezetőkre, meg az ő szűkebb segítő gárdájukra, akik ebben a pandémiás időszakban is a saját klubtagjaikkal foglalkoztak, törődtek velük, fölhívták őket telefonon, tehát külső segítséget kértek, hogy ott, ahol erre szükség volt, tehát nem hagyták magukra a társaikat, és ez a klubokon belül történt meg. Mi ezt gyakorlatilag tulajdonképpen kívülről szemléltük, és örömmel konstatáltuk, hogy ez így van, de az igazi élet ilyen szempontból a klubokban történt. Vannak veszteségeink sajnos, tehát ebben a két évben barátokat is vesztettünk el, kicsit távolabbi ismerőseket is a klubokból, nehéz volt, viszont azt hozzá kell tenni, és itt meg kell, hogy említsem a városvezetésnek a gondoskodását, hogy tőlük is, tehát a városvezetés részéről is segítséget kaptunk, a magukra maradt, vagy egyedül élőek megsegítésében, hogy ez egy csodálatos dolog, hogy növekszik a nyugdíjasok száma, ugye azt kérdezte Anita, hogy látom. Én is azt érzékelem, amit az országban, meg Európában mindenütt, hogy növekszik a nyugdíjasok száma. Ugyanakkor azt is örömmel állapíthatjuk meg, hogy tovább maradunk aktívak, tehát kitolódik az úgynevezett idős kornak a határa, és ez nagyon-nagyon jó dolog, és mi erre próbálunk koncentrálni a programjainknál, hogy olyan
olyan programok is legyenek, ahol még meg tudják mutatni, meg tudja mutatni magát ez a korosztály, hogy hasznos tud lenni. Nem csak a családban, hanem a közéletben, a közösségben is. És erre annyi szép példát lehet látni, mi is elég gyakran tudósítunk itt a Kecskeméti Televízióban erről. A közeljövő programjáról beszélünk már, mi az, ami következik? Igen, igen. Ma ült össze egyébként az új elnökség először, és azon túl, hogy úgy távlatokban megbeszéltük, hogy milyen programjaink lesznek, az elkövetkezendő időszakra koncentrálunk. Tudnélék, április 8-án lesz egy konferenciánk. Azt nem mondtam, de sokszor elhangzott már, hogy ezeket a nagy rendezvényeket, például a gyermekkorunk puzzle darabjainak a vetélkedő sorozatát is egy EU-s pályázat keretében tudjuk megvalósítani. A hagyományos rendezvényeink közül is van, amely ennek a támogatásával valósul meg, de ez a konferencia teljesen új a szövetség életében. Az a címe, hogy Generációk a családban. Április 8-án az Agorában kerül megrendezésre. 9 órától indul a regisztráció, 10 órától indul maga a rendezvény. Neves generációkutatókat hívtunk meg. Az első vendégünk egy óra hosszás előadással Steigerwald Krisztián lesz, ő generációkutató, és konkrétan erről fog beszélni, hogy hogyan tud egymás mellett élni családban, milyen konfliktusok, milyen problémák származhatnak. A következő előadónk 11 órától Berecki Enikő, ő budapesti előadó, szintén generációkutatással foglalkozik, neki két rövidebb előadása lesz. Az egyik a pedagógusokat is érinti, úgyhogy szeretnénk majd őket is megszólítani ebben. Az arról fog beszélni, hogy hogyan van együtt, hogyan él együtt az iskolában az X-es tanár és az Y-os diák, meg az alfa diák. Hát tehát nagyon izgalmasnak mutatkozik, és akkor még egy előadása lesz, a youtuberek, meg a fiatalság kapcsolata, tehát a felületeknek a hatása a fiatalokra. És ez délig fog tartani, és lesz egy délutáni szakasz is, az 2 órakor fog indulni, ott is lesz egy külhoni, úgymond előadónk Debrecenből, ő egy kutatás eredményét fogja ismertetni, arról fog szólni ez a, hogy mit jelent az idősek számára a közösséghez tartozás. Ez is egy félórás előadás, és előadónk lesz dr. Harsány Ernő, akit úgy gondolom nem kell bemutatni. Ernő bácsi arról fog beszélni a majdnem 90 évével, hogy hogyan tudjuk megőrizni a fittségünket ebben az életkorban, és vendégünk lesz a Cédrusnet program. Ők viszont erről még nem tudnak, úgyhogy most egy kicsit elébe mentem ennek a dolognak, viszont tud már róla, és nagy örömmel elfogadta a meghívásunkat a demens program vezetője, aki be fogja mutatni a Kecskeméten tavaly elindult programot, ami ezt a témát öleli föl. Ez, és akkor, hogyha még ezt elmondhatom, lesz egy kísérő rendezvényünk, egy kiállítás, ez kapcsolódik a gyermekkorunk puzzle darabjaihoz, gyerekruhákat 50-től 90-ig, gyerekdivatot, gyerekruhákat fogunk bemutatni, gyerekjátékokat fogunk bemutatni, úgyhogy remélem, hogy lesz rá érdeklődés. Tartalmas napi érkezik nagyon ez a nap, tehát akkor április 8-a a hírös agóra, bárki mehet, csak regisztrálni kell a felületen. A bárki egy picit majd szűkíteni fogjuk. Így van, ez pontosításra kerül róla. Majd. Kedves Eszter, elfogyott az időnk, lejárt az időnk, és akkor még Eszter a Nyugdíjasok Klubjainak Megyei Jogú Városi Szövetségének elnök asszonyaként köszöntöttelek itt a stúdióban. Nagyon köszönöm a meghívást. Sok sikert kívánunk. Köszönöm szépen. Köszönöm.